szép magyar települések, érdekes események. Kedves nézőink, most azt is mondhatnám, hogy harcba szállunk, de egészen pontosan harcba megyünk. Lehet, hogy ez így egy kicsit érdekes, de talán van már önök között is olyan, aki tudja, hogy van egy olyan nevű településünk, hogy harc. És a témánk sem akármilyen a magyarság tudat őrzéséről fogunk beszélgetni meghívott vendégeinkkel. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm Vitéz Nagy Lajos állattenyésztőmérnököt. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Tóth Gábor urat, aki polgármestere harcnak. Köszönöm szépen. És szeretettel köszöntöm dr. Tóth Csaba orvost, aki a lélek építő házigazdája. Igazán örülök, hogy el tudtak jönni, időt szakítottak ránk, és ahhoz, hogy ugye egy kicsit megismerjük magát a települést, én megkérném polgármester urat, hogy helyezze el nekünk a térképen. A térképen viszonylag könnyebb elhelyezni, de úgy a nagyságrendileg hoztam egy kis füzetet. A sió mellett a tolnai domság egy részén fekszik a település. A régi település, az két völgybe épült. Lényegében háromból kettő maradt meg, egyik a Főutca, a másik része pedig a Kisarc vagy Kosutlós utcának nevezik. Az a sió mellé fekszik a településünk. Igazából a 80-as években kezdett kiépülni a fölső, igazából a Siófoki út mellett, a 65-ös szám út melletti rész, az a 80-82-es évektől épült ki. A település az viszonylag régi múltra tekint vissza, az 1450-es évektől már vannak feljegyzések róla. Nagyon régi a településnek, több neve is volt a régi településnek, harta, harca, harcsa és ö, különböző nevek voltak. Végén az 1800-as évek közepétől kapta meg a harc nevet. Egy 900 fő körüli lakossal rendelkezünk, saját óvodával, általános iskolával. nehéz egy kicsit az életünk, mivel közel lak vagyunk a megyeszékhelyhez szexárthoz, és ezáltal saját ö, ipara a községnek nincs, mezőgazdasággal foglalkozik a az ott lakó lakosságnak a nagy része, nagyon sokan bejárnak szexádra dolgozni. Egy élhető, vidám kis falu, próbálunk mindent megtenni, hogy a fiatalságot és a szexádról kiköltözött fiatalokat megtartsuk és helybe tartsuk őket. Ez a legfontosabb, de én azt hiszem, hogy azért előnyt is jelent a megyeszékhely közelsége, hiszen mm. van hova bejárni, esetleg dolgozni, és utána mégis egy ilyen szép településen ott lenni. Mennyiben változatos a táj? Változatos a táj, tehát abból a szempontból, hogy a falu egy része, az két domba terület, ez egy ilyen védett rész, az, az új rész, az pedig teljesen egy fenn jellegű részen van elhelyezkedve. Azt mondtam, hogy harcoljunk, hát önök már is kitűztek egy célt maguknak, önök úgy érzik, hogy a legfontosabb a magyarság tudatot őrizni, vagy éppen az fiatalokban, az újabb generációban felkelteni? Ki mit gondol erről? Hol tartunk most abban, hogy tudjuk-e, hogy mi az, hogy magyar? A magyarság őrzése nekem a gyerekkoromtól kezdve a nagyapám szellemiségét <laughs> tudomásul vettem, és a tanítását. Én mindig azt mondtam, hogy fiam, unokám, ne felejtsd el azokról az emberekről megemlékezni, akik tettek a hazáért az életüket áldozták, szabadságukat áldozták, ezekre meg kell emlékezni, és vitt tovább a magyarságot, ne szégyeljed. És a régi világban, amikor fölnőttem, tehát a régi, nem akarom mondani, hogy a melyik típusúba, akkor voltak olyan tiltott dolgok, amit nem lehetett az iskolába elmondani, nem lehetett meghallgatni, bizonyos történelem hamisítás is történt, és nagyapám mindig ezt megcáfolta, meg édesapám is. Olyan sorsban éltünk, hogy nagyapámat is kuláknak nevezték, 47-ben vették a cséplőgépet, gőzgépet, apukámat 56-ban megverték, tehát bennem kiforrott az a szellemiség, hogy a magyarságot, azokat az embereknek az emlékét meg kell őrizni, továbbá kell adni a gyerekeinknek, unokáinknak, és én ezt megalkottam úgy az agyamba, meg régebben, hogy a Magyarok Emlékparkját meg kéne csinálni, és amikor én elvégeztem a főiskolát 73 ba már 45 évvel ezelőtt, kikerültem az életbe, akkor bizony voltak egy kis konfliktusok az életemben, mert sajnos mindig egy pártitkár az utamba került, és az mindig ki kellett kerülni, változtatni kellett. 85-ben átléptem a maszek világba, megcsináltuk Orosházán a vándorfogadót, utána Csongrádon a vándortanyát, akkor volt egy kis baki, sajnos ilyen befektetési csoport lehúzott, elég nagy összeget elvesztettünk, és onnan kezdtünk újra talpra állni, kikerültünk Ausztriába, Ausztriából a magyarság tudatom hazahozott, mivel pont egy ilyen depressziós időszakban Talmácsi Gábor a 125 köpcentis világbajnoki futamon győzött. Egy vasárnap délbe volt, és vittem ki a konyháról az ebédet az osztrák vendégeknek, tálaltam, és megszólalt a himnusz. Én akkor azt mondtam, hogy nincs mit keresni Ausztriába, nincs az a pénz, hogy itt maradjak. És milyen a sors? Egy olyan dolog, hogy 2004-ben alkottam a harci diófacsárdára, nem jött össze az ütlet. Én akkor megtetett nekem a harc, egy kis ékszerdobot. A siópartján elhelyezkedik, egy csodálatos szép magfa van, ami a horgászoknak az emlékhelye, kopjafával ellátva. És ott sétálgattam, és sajnos az üzlet nem jött létre. És 2008-ban, amikor a Talmácsi megnyerte a futamat, és már ott voltam, mint Ausztriában, akkor megszólalt egy pár napra rá a telefonom, mintha a sors irányított volna, hogy a Kenderi Gyuri, a Diófacsárda tulajdonosa hívott, hogy újra lehet tárgyalni. A nejemmel összenéztünk, és azonnal gyerünk haza, és 2008. december 12-én már harcon a Diófacsárdába voltunk. És ott az álmaimat meg tudtam valósítani a parkrozóba, hogy létrehozom a Magyarok Emlékparkját, és a, mivel állatnéztő a szakmám, így elhatároztam, hogy milyen ja, szeretem a régiségeket, a régiségek gyűjteményét, hogy mezőgazdasági régiség gyűjteményt hozok létre. És meg is valósult. Kedves doktor úr, meséljen nekünk erről, hogy hogy született meg a léleképítő. A magyarság tudat őrzése a címe a műsornak, és én arra emlékszem, hogy mint református lelkipásztor gyermeke az ajtóra ugyan lefestve, de lehetett látni az, hogy maradhat ez így. Nem, nem, soha. Egy trianont jelző kis tábla, amiről otthon sem nagyon lehetett beszélni, 56-ról végképp nem, de ez nekem ez mindig olyan fájdalmas volt, és bár lelkész családból születtem, mégis orvos lettem, és úgy gondoltam, hogy a közéletben mi lenne, ha importálnánk a Nemzeti nagyságainkat a vidékre hozzánk, a kis poros, szürke, hétköznapi kis városunkba, Szekszárdra És rögtön megfogant ez a dolog, azonnal kapcsolatot építettem a jelenlévőkkel, meg is hívtam őket, és elindult ez a léleképítőnek neveztük el. Ez a sorozat, amely nem egyházi műsor, nem orvosi műsor, hanem a keresztény és nemzeti értékrendet valló, és akár hazai, akár nemzetközi szinten kiemelkedő nagyságaink jönnek el és vallanak önmagukról egy órás, másfél órás beszélgetés, de inkább nem moderált beszélgetésben, előadásban, például most Miklósa Erika fog jönni október 15-én, de hogy 18 év alatt minden hónapban egy, az azt jelenti, hogy több mint, mert volt, aki többször is volt, tehát több mint 150 olyan ember jött el Szexárdra, és lehetett személyesen beszélgetni vele, és nem tudok felsorolni 150 ember, de ha megengednek, akkor pár személyt azért gyorsan úgy végigfutok, hogy a, a már említetteken kívül a Hámori József agykutató, Bőte Csaba atya, Bíró László Püspök, Eperies Károly, Jóka Janna, Makovér címre, Olofszon Placid atya, Szabó Bédes József még a feltaláló még élt, aztán Csóka András barátom, az agysebész, Dózsa László, Kárpátaljai, Krédó együttes, amelyről ma este még valószínűleg lesz szó, Szentegy 140 tagú Fili együttest, Ház Sándorról, akik magyar örökségdíjasok szintén, Frontamás, Tamás, Balás Péter, Dörner György, Csiklósi Beatrix, Borbás Marcsi, Kubik Anna, Hegedűs Püspök úr, Kála, Kásler Miklós, Georg Pötle, Helyei László, Szakály Sándor, és még folytathatnám a sort 150-ig, de hát ez is a léleképítő súlyát mutatja, és Lalival barátságot kötve, amelyre majd még később visszatérünk, hogy hogy történt, ő mindig segít abban, hogy a meghívott vendégeket utána elmegyünk, és egy szűke baráti beszélgetésben, harcon a diófa csárdában folytatjuk, és hát aztán abból sokszor több információt kapunk meg, mint az előadás alatt. Hát egy fehér asztal mellett biztos, hogy lehet lelket építeni. Mit szól a polgármester mindenhez? Mi az, amit ön kap ezektől az eseményektől, rendezvényektől, és miben tudja ön segíteni ezeket? Tehát mi a Lajosnak, amiben tudunk segítkezünk, segítettünk a múzeumhoz tárgyakat beszerezni. Ez mellett nekünk is van egy kis, hogy lehet ezt jól fogalmazni, egy ilyen régiségtárunk, vagy ilyen falu emlék helyisége, ahol a régi időknek, az 1800-as, 1900-as éveknek az, az eszközeit, faeszközei megvannak, egy kis helytörténeti tűgyüzembe gyűjtöttük össze, ruházakat, ágyakat, tulipános ládák, ezek vannak benne, és amit még tudtunk segíteni, ugye amit tudtunk, hogy kinek mit szeretett volna elvinni a mételepre vagy egyéb helyre, azokat próbáltuk a Lajosnak összegyűjteni, hogy az akkori régi mezőgazdasági eszközök azok mind meg legyenek, és teljes paletta legyen, hogy mi volt, amivel az őseink dolgoztak, milyen kézi eszközök voltak, hogyan lehetett ezeket használni, és a mai fiatalság megtanulja, hogy hogy élt a magyarság régen a falun. És ebbe a lakosság is szívesen részt a vesz? A lakosság is igen, részt vesz. Ők is gyűjtenek, tesz. vagy, vagy gyűjtenek. hogy történik ez? Egy gyűjtenek, van uh, egy hölgy, aki ezt, a nagyon az élér állt, a Pető Rózsika, és nála nagyon sok minden olyan régiség van, amit sajnos mi még nem tudtunk kirakni a helytarténeti gyűjteményünkben, ami most mi sajnos ládákban, padláson hever, ezeket szeretnénk majd kiállítani. Uh -huh. Egy méltó környezetben. Na, akkor most ismerkedjünk ezzel a nemzeti emlékparkkal, hogy mi mindent is láthatunk, ha oda megyünk. Hát a Magyarok Emlékparkja 2011-ben volt az első avatás. A Tiranóni Emlékművel kezdtük, nagyon szép kopjafával, turómadárral, utána Kettős Kereszt, Nagy Magyarországgal, utána avattuk a Vasalbert emlékművet, utána Kovács Béla, aki a Kisgazda pártnak volt a főtitkára, és 1947. február 20-én elhurcolták a szovjetek. Ennek a napnak a alkalmából a Pótápi Árpád kezdeményezésére lett a kommunizmus áldozatainak napja, a február 25. Utána van a Recski áldozatoknak az emlékműje. 1950-53-ig működött ez a munkatábor, és sajnos most temettük el Körösmezei Laci bácsit aki felavatta az emlékművünket. Utána az 56-os emlékmű, Vitne Mária avatásával történt, nagyon szép lyukas zászló márványból, kopjafával. Én mindig arra figyeltem, hogy a megemlékezés az nem ünneplés, hanem megemlékezés legyen, és mindig megfelelő előadókkal, úgy András Fari volt nálunk, Bakai Kornél, Ótápi Árpád, Túri Kovács Béla, Körösmezei Laci bácsi, Horváth István, aki most államtitkár, akkor Witner Mária, színészek voltak a Sziki Károly szavalásával, a Vasalbertő csodálatosan a láthatatlan logogót előadta, úgyhogy az ember jóformán sírt alatta, a Benkő Péter szavalt nálunk, és a csapatestvérem segítségével, a Crédo együttes Kárpátaljáról, aki Magyar Örökség díjas, kétszer adott koncertet. A Bartina együttes, Bartina néptáncosok voltak nálunk. Tehát mindig arra figyeltem, hogy a meghívott vendégek megfelelő szintűek legyenek, és az olyan emberek, akik eljönnek, végig hallgatják a megemlékezést, és ott vannak, ők is úgy érezzék, hogy tényleg jó legyen, mert ha végignézzük a 8 év alatti megemlékezéseket, jóformán a legkevesebb ember 150 fő volt. Mindig 150-200-250 fővel vagyunk jelen, tehát aránylag nagy az érdeklődés. A faluból is jönnek az emberek, mert a környező településekről polgármesterek és segítenek. Az emlékmű támogatása abban nyilvánul meg, hogy ebbe közpénz nincsen, ilyen baráti segítség, hogy például a Gajdacsi polgármester segítségével hozzák a hangosítást, a harci polgármester segítségével jön a sátor, hogyha eső van, vagy napsütés van segítésével, akkor egy barátom vadász cimborám, aki csinálta a márványtáblákat, volt egy másik vadász cimborám, kopjafát faragta ki, tehát ilyen segítségi támogatással épült fel a Magyarok Emlékparkja, Ja, még azt nem is mondta, hogy ezért Belkosult Lajos kormányzónunkat avattuk föl, és tavaly Horti Miklós, Vitéz nagybányai Horti Miklós szoborát avattuk föl, mivel a Horti Vitézi rendnek a tagja vagyok, és a Horti Miklós társaság Tonna megyei elnöke. Gratulálunk, illetve köszönjük a munkáját. És, és ezt csináljuk, tehát ez is a magyarságnak egyes része. És én nagyon örülök annak, és a szívemet melegíti az a dolog, amikor jönnek a apukák nagyszülők gyerekekkel, és végig mennek az emlékparkon, és fotózzák az unokákat, a nagypapát, minden, és elmagyarázzák neki. Uh -huh. Ugyanez vonatkozik a mezőgazdasági gyűjteményre is, hogy jönnek, és valamikor kihívnak, hogy Lajos, mondjad már meg, hogy ez a Kukujca vetőgép, vetőgépet, a szemenkénti vetőpuska, puska, hogy az mi az, mert nem tudjuk, hogy mi. Fatüzeses pörzsölőtől kezdve Kalmárosta, az például a Kertai János barátom Orosházáról, de a polgármester apukájától kaptam egy lóvondatású vetőgépet, lovasekét, akkor van vasgereben, tiroló, rokka, benzinlámpás, pörzsölő, főző, régi mérlegek, 30-valány szőlőprés, 19 darab, szőlődaráló, hét morzsoló, dézsák, tehát aránylag elég bőséges a gyűjteményünk, és nagyon sok így a támogatás, hogy oda jöttek, ebédeltek, és azt mondja az illető, hogy Lajos, van nekem egy szőlőprésem, egy szőlődarálom, meg egy kukorica morzsolóm, vagy egy darálom, eljössze érte. Na mondom, miért ne? Zalalövőre elmentem, Gyulára elmentem, Orosházára, de most legutóbb, pont vértesz Tóth Csaba testvérénél, Tóth Árpádnál voltam, egy présen meg egy darálóért. Tehát én elmegyek, és föláldozom a szabadidőmet, meg egy kis pénzt is költök rá, benzére, vagy gázolajra, minden, és így szaporodik a gyűjtemény, hogy nagyon sok ember azt mondja, nem viszik a mételepre, hanem idehozza, és az utókornak mi megőrizzük ez az egészben a legszebb. És azt megértjük, hogy ugye a trianoni elszakítottság, meg ez a sok szomorú esemény a léleképítő adásokra odavonza az idősebbeket. De vajon a fiatalok, ők szívesen mennek oda? Mi a tapasztalata? Hát kétségtelen, hogy, hogy az ifjúság bevonzása a legnagyobb feladat és a legnehezebb feladat azért is törekszem a minőségre, a felolvasott nevekből talán ez ki is tűnik, mert ez azért a szülőket is arra indítja, hogy na fiam, gyere velem, mert most egy nagyon érdekes ember jön, akár Csókai Andrásra is eljönnek, aztán a Krédó együttes, a zene is vonza, és majd még erről a Krédó együttesről volt szó, hogy majd még erről bővebben beszélünk, hiszen a 2011-es eh, első trianonim emlékmű felavatásánál is ők közreműködtek, és hogy én hogy kerültem a eh, krédóba, mint Pilátus, eh, annak az a rövid története, hogy 2007-ben járhattam Kárpátalján, és az első este Mezőváriban egy koncertet eh, hallottam a Krédó együttestől, ami annyira megragadott, hogy eh, az egész bensőmbe E, azt a sugallatot éreztem, hogy na, ez az a hang, amit ide nekünk Magyarországra el kell hozzunk, mert ők hitelesen élik meg, és e, mutatják be nem produkcióként, hanem vallomásként a kisebbségi magyar sorsot. Mit jelent magyarnak lenni a határon túl, ahol megverik a az embert, ha magyarul beszél, ahol visszaka, visszásságok vannak majd száz év után, és ez a Krédó Együttes megzenésíti azokat a verseket, amelyeket a költőink finom lélekkel, legyen az József Attila, Tóth vagy akár a ma élő Bodnár Éva, és a, a Bodnár éva azért kell többek között említsem, mert ő írt egy olyan verset, amelyet akkor el is mondtam a Laliéknak, amikor megismerkedtem velük, ez 2009-ben volt a Harci Diófa csárdába, hozzá kell tenni, hogy én el a korábban is betértem, és az egy lepukkant, játékgéppel tele, dohányzó hely, tehát egy szinte kocsmaszerű állapot volt korábban, és amikor betértem 2009-ben oda, akkor csak csodálkoztam, hogy a himnusz ki van téve a falra, Kossuth Lajos képe, a szózat, a magyar hiszek egy, Nagy Magyarország, tehát hirtelen otthon éreztem magam, és elkezdtünk beszélgetni a Marcsival, Lalinak a feleségével, és a Lalival is, és ahogy elmondták a történetüket, hogy hogy húztak ki 70 milliót, bocsánat, én most ezt kimondtam, a lábuk alól, és hogy lettek földön futókká akkor, amikor fölépítettek valamit Orosházán meg Csangrádon, és hogy kezdték újra az életüket, és kimentek Ausztriába, és hogy hívta őket haza a himnusz hangja, hogy szólalt meg bennük a szülőföld, akkor azt mondtam, hát ez ugyanaz, mint amit Bodnár Réva megénekel, vagy megír, és a Krédó Együttes ö, megénekel, Ebben a versben, és ha megengedik, az nagyon rövid vers, röviden el is mondom, és amikor ezt verset elmondtam a laléknak, onnantól kezdve a barátságunk megbonthatatlan, és tényleg kéz a kézbe segítjük egymást, amivel lehet, és a vers így hangzik, hogy szülőföld, emlékeimben úgy él ez a táj, mint az imádság. A szülőföld, ahol az sem fáj, hogy az élet után elmúlás jön, és halál föld, a rög, az ősi gyökerek, ahol szerettél és szerettelek, ahol dacoltam a reménytelennel, de jobb hazáról nem akartam hallani, nem tudtam menni, új ruhába bújni, magamat valaki másnak vallani, mert mégis, mégis ide köt valami és ez a valami, ez hozta haza őket is, ez a hazaszeretet, a magyarsághoz való olyan rendű kötődés, amely nem enged be elmenni bennünket, vagy ha elmegyünk, akkor is visszahív. És a mai életnek, én látom, most is nagybecskereken voltam, kárpátalján voltam, a fiatalok nem csak Magyarországról mennek ki, hanem onnan is, de hogy ha ki is lehet menni, de szabad hazajönni is. És én várom haza a magyar ifjúságot, és remélem azt a magyar jövőt, az a nemzeti érzésű magyar jövőt, amelyben jól fogja érezni magát az, aki ma kimegy, és nem fogja igazán jól érezni magát, még ha többet is keres külföldön. Tehát én nagyon bízom abban, hogy mint annó kimentek külföldre a református lelkészek is tanulni, és hazahozták a tudást, tanuljanak, lássanak világot, Ismerjék meg a magyarok Istenét külföldön is, hogy mit jelent ott keményen dolgozni, és mit jelent, amikor Ausländernek nevezik majd, és nem fogja jól érezni igazán ott magát, és jöjjenek haza. Én ezt nagyon várom. Hát nagyon szépen köszönöm, kedves Csaba. Kedves nézőink, én nem tudom, megint csak azt tudom mondani, hogy nem csak a. Lelkem érzi jól magát ebben a mostani beszélgetésben, hanem szinte a fülem is jól lakik a gyönyörű szép magyar beszédtől. De egy kicsit térjünk a valóság talajára. Én tudom, hogy ma már a pályázatok világát éljük, polgármester úréknál is épült faluház. Mi az, amit még szeretne, vagy mit, mire pályáznak? Am amire tudunk, tehát nekünk van egy kis elmaradásunk bizonyos külső körülmények részéről. Most per 6 pályázatunk fut. Benne vagyunk egy Sió projektben, két verzióval is. Az egyik részén lesz egy szexárdot simontornyával összekötő kerékpárút, ahol lesz a -e harcon egy megálló hivatal mellett. A SIO projekt keretében lesz még egy csónakkikötő lent a Sion, ez a két megyei projekt fut nekünk fut területfejlesztési operatív programok keretében egy kerékpárút fejlesztésünk a faluban, ami a megyei projektnek is a része. Ezen kívül a mini bölcsödét szeretnénk befejezni, azt elkezdtünk, erre pályáztunk, és a jövőnk energia területfejlesztési program keretében van két projektünk, ami egy járdépítést akar 680 méter hosszan egy utcába, az egyik felén a Kossuth-Lajos megújul a járda teljes mértékben. A másik, a, sajnos van egy a polgármesteri az kicsit elhanyagolt állapotba került, nem foglalkoztak vele az őseink. Az érdekes, mert az 1860-as években épült, egy márványtábla őrzi még az Alipspánnak a nevét, a tervező nevét, ez bent van a tanácsteremben, és ezt szeretnénk felújítani, ennek most a tetőszerkezet Cseréje van meg. Vidékfejlesztési pályázatba nyertünk közút karbantartó gépekre egy kisebb csomagot, és a konyhafelújítási pályázatunkat sikeresen elvirálták, és ennek a megvalósítása van még folyamatban. Úgyhogy nagyon sok munkát ad a településnek ez az irányítás, és hogy koordinálja rendesen az ember a programokat. És emellett még úgy tudom, hogy semmit so szeretnének így az értéktárba felvetetni. A, templomukat, a templomot hogy... szeretnénk fölteltetni. A főutca az egy régi hagyományos parasztházakból épülő Ezeket ö, nagy része védett, ide szeretnénk ö, segítséget nyújtani, ha találunk rá pályázati forrást, hogy a régi falu utcakép megmaradjon. Tehát megmaradjanak azok a kontyoltetős, tornácos házak, ne tűnjenek el teljesen a faluból, ezeket szeretnénk megtartani. És akkor maradt még <coughs> egy kis időnk hogy a gasztronómiáról is beszélgessünk, és ha már szóba került a diófa csárda, mint egy igazi találkozóhely, akkor én megkérem, hogy egy pár szót a csárdáról, és hát az ételekről mondjon nekünk. A harci diófa csárda 1906-ba épült, Doszpot nevű érletre építette, utána magyarosította a nevét diófási Lajos bácsira, mivel elég sok doszpot familia volt akkor harcon, és hogy mégis kitűnjön, és diófa volt a parkírozóba, diófási, és innen lett a diófa csárda elnevezés is. Még a busz megálló is úgy van kiírva, hogy diófa csárda megálló. A gasztronómia, amikor én pályaelhagyó lettem 85-be, és elmentem vendéglátásba, akkor egy idősebb vendéglátós bácsival beszélgettem Erdélybe, és elmondta nagyon, hogy mire kell vigyázni, hogyha valaki vendéglátós. Iratlan szabály van, és azt mondta, hogy négy lábon áll a vendéglátás, ugyanúgy, mint egy ló, és ha egyik lába rosszalkodik, patagyulladás, vagy valakivel sántít. Ugyanígy a vendéglátásban is. A négy láb azt mondta, mindig arra kell törekedni, a jó minőség, jó mennyiség, értékarányos ár. És a negyedik, a legfontosabb, a családias, barátságos, kiszolgálás, vendéglátás. Az az el, hogy vendégként betérsz, és barátként távozzál. A vendég elmegy, a barát visszavágyik. És a, ezekből az emberekből lesznek a törzs vendégek, akik visszajönnek. És az a helyzet, hogy nagyon sok ételt, én megmondom őszintén, vendéglátást nem tanultam, hanem ellestem a régi öregektől a pörkölt főzéseket. Ramasz Én bácsi egy kardoskuti juhászembertől, hogy hogy főzte a pörkölteket, hogy főzte nagyanyám azt a húslevest, a Na, mai napig úgy főzzük. És a környékben oda jönnek, azt mondták, hogy ilyen finom húslevest csak a diófacsárdá vesznek. Tehát a régi ősi ízeket hoztam be, és arra is vagyok büszke, hogy végül is a diófacsárda miatt amilyen Tolna van, én alföldről származok, Orosháza, csorbás, a csorvás, békés más az ízvilág. Uh -huh. Így az alföldi ízeket beloptam, tolna megyébe a Díofa csártába. Nagyon sok olyan étlapunk, az étlapunk olyan étel van, amit éjjel gondolkoztam, és, és kitaláltam, például most is, amit hoztam, hogy van itt egy orosházi tekercs, csongrádi tekercs, betyáros, velővel töltött sertésborda, ami jó, már más receptkönyvben nincs meg, csak a diófa csárdába. Szívesen végig kóstolnánk, és gondolom önök is ezeket a finom ízeket, még felhívnám a figyelmet, hogy itt még a tálaló tális fából van, és Nagy Magyarországot ábrázolja a magyar címerrel, úgyhogy én azt hiszem, hogy sikerült egy kicsit építeni mi most a mi lelkünket, az önök lelkét, és nagyon-nagyon köszönöm önöknek, hogy eljöttek. Nagyon szívesen. Vékesség, köszönjük, köszönjük. És a szeretettel a köszönjük. köszöntöm a nézőket, Magyarországon, külföldi magyarokat, akár Kolozsváron, Szentegyházán, Toronton, New Yorkba, Londonba.